Megérkezett a Resident Evil Village előzetese, benne sok-sok utalással arra vonatkozóan, hogy mi minden tartogat számunkra a horror széria jövője. Ugorjunk is fejest a videóba, és lássuk, hogy mit tudunk a felszínre hozni. Kezdjük is a legszaftosabb falattal, mégpedig a sorozat egyik megszokott szereplőjének, Chris Redfieldnek a visszatérésével, aki úgy néz ki, mintha felpumpálták volna. Kedvenc költőn molesztálunk, ismét színre lép, de most jól látjuk, hogy ő lesz a rossz fiú. Chris megint egy hasonló öltözéket visel, mint a Resident Evil 6 végén, mintha a Resident Evil 7-es beköszönése meg sem történt volna. És miután bocsánatot kér Ethan-től, a férfi szeme láttára kíméletlenül kivégzi Miát. Ám az szinte biztos, hogy itt többről van szó, mint amit látunk, mivel ez a tett egyáltalán nem passzol a korábban megismert hősfigurához. Lehet, hogy Mia akár csak az előző részben valamiféle irányítás alatt állt, Chris pedig csak elébe megy egy bioterrorista veszélynek. De aztán az is lehet, hogy öntörvényűvé vált, és ő lesz a játék főellensége. Alig várjuk, hogy kiderüljön az igazság. Az előzetes egy olyan felirattal kezdődik, mely szerint az ő története a végéhez ér, ami a látottak alapján azt is jelentheti, hogy Mr. Redfield a Village-ben fog utoljára felbukkanni, vagy netán Ethan végzetének leszünk szemtanúi. A trailer elején egy hidegrázós erdőképét láthatjuk, valamint egy épületet, ami a későbbi jelenetek alapján egy öregember kunyhójának tűnik. Mia felolvas egy könyvet, ami Ethan szavaival egy creepy story. Tudjuk, hogy eltelt pár év a Resident Evil 7 óta, Ethan és Mia pedig visszatértek normális életükhöz. Lehet, hogy azóta gyermekük született, Mia pedig itt épp neki olvas, erre majd még visszatérünk. Itt pedig először tekinthetjük meg Ethan ismerős kezeit, amivel el is árulják nekünk, hogy a Resident Evil Village a Resident Evil 7 nyomába járva szintén belső nézetes lesz. Ebben a jelenetben a rémült öreg úrral először vethetünk pillantást a játék ellenségeire, a vérfarkasokra. A trailer második felében aztán alaposabban is megtekinthetjük egyiküket. Úgy néz ki, hogy a zombik és a paraziták talán a múltba vesztek, helyet adva gyorsabb és fenyegetőbb veszélyeknek. A játék producerei azt is megerősítették, hogy a Village-ben rizikósabb lesz az akció, amiről vélhetően a vérfarkasok tehetnek. 1.33-nál láthatunk egy új emblémát, amiről a speciális fejlesztői videóban azt állítják a producerek, hogy nagyon fontos. Méghozzá annyira, hogy nem is voltak benne biztosak, megmutassák-e az előzetesben. Habár úgy néz ki, mint egy mutálódott magzat, amelyet gajak és tollak vesznek körbe, a formája az ikonikus Umbrella logóra emlékeztet, vagy pontosabban arra a logóra, amit a kék Umbrella használ, azaz az új szervezet, amelyik a régi Umbrella munkássága nyomán létrejött veszélyeket próbálja elhárítani. És akik ki tudja, miért még a cég nevét is kölcsönvették. A logónak ez a rozzant reprezentációja semmi jót nem jelenthet. Ha pedig figyelembe vesszük, hogy Chris legutóbb még a kék Umbrellával dolgozott, akkor ez most arra utalhat, hogy azóta a rossz fiúkhoz pártolt. A trailer befejezése megerősíti ezt az elképzelést. Az is lehet, hogy egy új szektáról van szó, amely hasonlít a Los Illuminadosra és az Umbrellához fohászkodik, vagy lehet, hogy a régi Umbrella egy titokban fennmaradt darabjáról van szó. Sokféle magyarázat lehet. Íme az egyik első tágasabb kép a Resident Evil Village helyszínéről, melyen egy magasba emelkedő középkori kastélyt láthatunk. Ez lenne a másik fontos helyszín a falu mellett. Ráadásul határozottan kelet-európainak tűnik, és stílusában a közönség kedvenc Resident Evil 4-re is hasonlít. Ezt a teóriát egy másik forrás is megerősíti. A már említett fejlesztői videóban vethetünk egy pillantást a játék inventoriára, ami határozottan a Resident Evil 4 aktatáskájára emlékeztet. Ha pedig a jobb felső sarokba pillantotok, akkor láthatjátok, hogy valutaként a lejt fogjuk gyűjtögetni, amit ugyebár Romániában használnak. Ez azt bizonyítja, hogy a játéknak legalább egy része Romániában, és azon belül talán Erdélyben játszódik. Oké, evezzünk egy kicsit bizonytalanabb vizekre. Itt egy fiatal nőt láthattok, aki egy gyermeket tart a kezében, erről pedig született egy érdekes teória. Eszerint az a szekta, amelyhez Chrisnek köze van, vagy amelynek a hatása alá került, elrabolta Ethan és Mia gyermekét, miután pedig Miát megöli Chris, Ethan célja az lesz, hogy visszaszerezze a gyermekét attól a gonosz familiától, melynek tagjait egy rövid ideig láthatjuk az előzetesben. Hogy mit akarnak a gyerektől? Ki tudja, de az biztos, hogy ez a bagázs valami rosszban sántikál. Itt az Umbrella logóját láthatjuk klasszikusabb megjelenésében, ami azt bizonyítja, hogy valamilyen formában biztosan köze van a cégnek az eseményekhez, legyen szó akár a régi Umbrelláról, akár a kék Umbrelláról. Nem, a Neo Umbrella a Resident Evil 6-ból nem túl esélyes, arra senki sem kíváncsi. De van itt még egy a korábbiaknál vadabb spekuláció is. Az a karakter, aki az előzetesben 1 perc 57 másodpercnél látható, némiképpen a Resident Evil 4 kereskedőjére emlékeztet. És ez talán azt jelenti, hogy visszatér a 4-ből ismerős vásárlási rendszer, és remélhetőleg ez a híres mondat is. What are you buying? 2 perc 30 másodpercnél pedig pillantást vethetünk arra, ami egy jó Resident Evil játék esetében elengedhetetlen. Egy parás kúriára, amit nekünk kell felfedeznünk. Ez lenne a korábban látott vár versenye és a bizarr família lakhelye. Idővel majd ez is kiderül. Ezek voltak a legfontosabb részletek, amiket kiszúrtunk a Resident Evil Village első trailerében. Van, amit nem vettünk észre? Írjátok meg kommentben. Ha tetszett a videó, dobjatok rá egy lájkot, legközelebb pedig újra találkozunk. Sziasztok!